Magyarország és Izrael hagyományosan szövetségese, jó barátja egymásnak. A két ország közötti jó viszony és a két ország közötti hosszú távon fenntartható jó viszony nemzeti ügy, amely fölül áll a pártok között húzódó törésvonalaknak, ez számunkra is teljesen magától értetődő. Éppen ezért is üdvözöljük azt a tényt, hogy 1989 után végre újra hivatalban lévő izraeli kormányfő teszi látogatását Magyarországon. Kívánjuk, hogy a miniszterelnökök találkozója kölcsönösen jó legyen mind a két ország és mind a két ország polgárai számára. Ugyanakkor kritikát kell megfogalmazzunk Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel szemben. A miniszterelnök úr tudnélik az elmúlt napokban, hetekben tett olyan kijelentéseket a magyarországi belpolitikai helyzettel kapcsolatban, amelyekkel akarva vagy akaratlanul minden esetre részévé vált a magyar belpolitikának, innentől kezdve viszont mi sem hagyhatjuk reakció nélkül az ő kijelentéseit. Elítélendőnek tartjuk azt, hogy Netanyahu miniszterelnök Orbán Viktor partnere kíván lenni egy olyan belpolitikai kampányban, amelynek középpontjában az ellenségkeresés, az uszítás, a hergelés és a népbutítás áll. Különösen sajnáljuk, hogy mindezt egy olyan időszakban teszi, amikor ez a gonosz és ostoba kormányzati kampány hát legalábbis szítja a magyarországi antiszemitizmust. Emellett rendkívül sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy többek között ezek a kijelentések a magyarországi zsidóság körében csak fokozzák a bizonytalanságot, ahogy ez a mazsihisz elnökének szavaiból egyértelműen kiderül. Értjük mi, hogy a két miniszterelnök közös főtanácsadója, Arthur Finkenstein két helyre is eladta a gyűlölet terméket, ugyanakkor nagyon reméljük, hogy kettejük találkozójának nem csak a hergelés lesz az egyetlen eredménye. Reméljük, hogy a két populista politikus találkozójából nem csak ők ketten fognak jól járni, hanem a megbeszélésből profitálni fog a két ország, illetve a magyar választók egyaránt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ha megengedik, én egy másik témával kapcsolatban is elmondanám még a Magyar Szocialista Párt álláspontját. A napokban jelent meg a sajtóban az a hír, hogy Orbán Viktor újabb propaganda levelet küld a határon túli magyar választóknak, melyben arra kéri őket, hogy regisztrálják magukat a jövő év országgyűlési választásokra. Nem kell hozzá sok ész, hogy kitalálhassuk, hogy valószínűleg nem ez az utolsó levél, amit Orbán Viktor a határon túli magyar választóknak fog küldeni. Mi azt gondoljuk, hogy az nem igazságos, ha ez csak a jelenlegi miniszterelnök számára adott ez a lehetőség. A választások tisztasága és az esélyek egyenlősége megköveteli, hogy ez a lehetőség rendelkezésére álljon Orbán Viktor legfőbb kihívójának, Magyarország leendő miniszterelnökének, Botka Lászlónak is. Épp ezért a választások tisztaságára való tekintettel felszólítjuk a kormányt, hogy tegye számunkra is elérhetővé a határon túli magyar választók postacímét.